gyermek érintetlen lelkét, amit abba bevetünk, az minden próbát kiálljon. Kodály Zoltán szavaival köszöntöm Önöket. Teri Gabriellának hívnak, 36. tanévemet kezdtem a Szent Efrém általános iskolában, és az alsó zenetagozat vezetője vagyok, illetve 30 éve a Szivárvány gyermekkar karnagya. Én azért szeretek Gabi néninél lenni, mert ő nagyon figyelmes és kedves, és nagyon szeretek énekelni, mert úgy mindig az életem része volt, és ezért szeretem. A Kodály szavakat folytatva, nem elég jót adni a gyermeknek, a legjobbat kell adni, tápláló, értékes énekeken kell, hogy felnőjenek a gyerekek. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy óvodáskorban elkezdődjön ez a munka. A 3 és 7 éves kor közötti szakasz megismételhetetlen, nagyon fontos életkorszaka a gyermekeknek. Ezért zeneóvodai foglalkozásokat is vezetek a Szent Efrém óvodánkba, amit aztán itt az iskolában folytatunk az elsősökkel. Később a kórus munkában kibontakoztathatják értéküket. Úgy érzem magam sokszor, mintha én egy ékszerész lennék, megkapom a csiszolatlan köveket, és nekem kell gyémántokat csiszolnom a gyerekekből. Nagyon jó énekelni, és jó a kórus, jó dalokat éneklünk, és szépeket, és sok fellépés is van. És hogy mit mondott Babits Mihály a zene lelkiségéről? Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.